Köszöntöm nézőinket május 3-án. A mai adás tartalmából röviden. Ennek a városnak egyébként úgy is mindegy, hogy most megy tönkre. Vélekedik a városért felesküdött képviselő. Zöld óvodák, zöld otthonok. Családok aktív bevonása a környezet tudatos nevelésbe. Tavaszi nagy koncertjére készül a Balmazújvárosi Veterán Fúvós Zenekar. De mindezek előtt arról, hogy április 30-án tűz ütött ki a Hortobágyi úton. Egy családi ház melléképülete vált semmivé pár perc leforgása alatt. A részletekről a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője számolt be. Azonnal jövünk a részletekkel, tartsanak velünk! Városunkban a héten olyan sajnálatos esemény történt, ahol szükség volt a katasztrófavédelem beavatkozására is. Kedden délután riasztották a Balmazújvárosi Önkormányzati és a Hajdúböszörményi Hivatásos tűzoltókat Balmazújvárosra, Hortobágy útra. Egy melléképület gyulladt ki, körülbelül 12 négyzetméteres melléképületben faanyag, illetve faipari gépek lángoltak. A tűzoltók három vízsugárral határolták körbe az épületet és oltották a lángokat, de mivel a melléképület hozzá volt építve a főépülethez is, a családi házhoz, így a tűz könnyen átterjedt a tetőszerkezetre, így azt is el kellett a tűzoltóknak oltani. A lakók szerencsére nem sérültek meg, de ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Gondolom a vizsgálat még folyik, lehet-e valamit sejteni a tűz okáról, vagy esetlegesen az anyagi kár mértékéről? Általában ugyanúgy kell eljárni egy melléképület tűznél is, mint hogyha egy családi ház lakástűzről lenne szó, így nagyon fontos a megelőzés az ilyen épületeknél is. Nem kizárt, hogy elektromos meghibásodás okozta a tüzet, vagy nyílt hang használata, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket az elővigyázatosságokat, amit egy családi ház esetében is a lakókot megtesznek, azt ugyanúgy a melléképületre is rá kell fordítani, tehát ott is a vezetékeket felül kell vizsgáltatni, illetve vigyázni kell arra, hogy nyílt láng ne érjen, főleg ilyen faipari dolgokat, hiszen nagyon könnyen terjedott a tűz. A lakók szerencsére hamar kiértek, illetve tudták riasztani a tűzoltókat, úgyhogy nagyon hamar megkezdték a tűzoltók az oltást, illetve mire kiérteztek az egységek, addigra a lakók kivittek az épületből egy gázpalackot is, így az már hőhatást nem érte, nem kellett vissza sem hűteniük már azt a tűzoltóknak. Nagyon fontos momentum ez talán, hogy a lakók már kivittek egy gázpalackot az égő épületből, mire a tűzoltók odaértek. Ehhez kapcsolódnak következő kérdésem. Ha egy ilyen szerencsétlen esemény kibontakozóban van, mi a leghelyesebb, amit tehetünk, mi az, amit magunk tehetünk, meg esetleg a kárenyhítésére vagy a tűz megfékezésére, illetőleg hogyan kell, mit kell tennünk, feltétlenül értesítsük-e a katasztrófavédelmet, és hogyan? Az elsődleges mindenképpen az, hogy a 112-n tegyünk meg a pontos bejelentést, mondjuk el azt, hogy miért pontosan, mi található abban a helyiségben, van-e közvetlen életveszélyben valaki, ezután ezzel egy időben, hogyha még olyan kezdetleges lángok vannak, hogyha van otthon porraloltó készülék, akkor meg lehet próbálni a tűz megfékezését, de nagyon fontos, hogy ezt csak akkor abban az esetben tegyük, hogyha a mi testi épségünk nem sérülhet meg közben. Vannak azért ilyen beavatkozások, hogy mire kérnek a tűzoltók, addigra az ott élők meg tudják fékezni a lángokat, de ez nagyon-nagyon ritka, hiszen nagyon könnyen terjedhetnek át a lángok, mint már mondtam, akár a főépületre is. Úgyhogy az elsődleges az, hogy telefonáljunk, illetve hagyjuk el a helyiséget, hogyha mégis van rá lehetőségünk, akkor megpróbáljuk meg mi magunk eloltani. Nem kell tartani az embereknek attól, hogy esetlegesen, amennyiben megfékezték már a lángokat, akkor indokolatlanul hívták a tűzoltókat, ennek nincs következménye ekkor sem, igaz? Nincs, természetesen utómunkálatokat végeznek ilyenkor a tűzoltók, hőkamerával átnézik az épületet, illetve megnézik azt, hogy van esetleg olyan rész még, ahol be kell avatkozniuk vízsugárral, hiszen van, hogy még lehet látni, hogy vannak izzó részek akár a falban is, ilyenkor a tűzoltók ezeket az utómunkálatokat végzik el. A
A héten egyetlen napirendi pontot tárgyalt városunk képviselőtestülete, bár az ülés meglehetősen botrányosan zajlott, végül döntésre jutottak. Ez a döntés viszont egyáltalán nem könnyíti meg városunk helyzetét. Városunk képviselői ismét ülésre gyűltek össze a héten. Egyetlen napi rendi ponttal kapcsolatban viszont az elég sok érzelmet váltott ki, oly mértékig, hogy még szünetet is kellett tartani a tárgyalások közben. Igen, valóban a gázmotorral kapcsolatos részletfizetésről kellett dönteni a képviselőtestületnek, pontosabban arról, hogy a önkormányzat a általunk teljesen jogtalannak tartott és túlzottnak tartott büntetést az önkormányzatnak ugye vissza kell fizetni a pályázati projekt teljes egész finanszírozását, úgyhogy egyébként a projekt teljesen kész van és működik is, hogy mi jogi úton is elindultunk azzal kapcsolatosan, hogy bebizonyítsuk, hogy a városnak van igaza, és ezt a projektet ilyen módon, ilyen feltételekkel és ilyen mértékben visszavonni az irányítóhatóságnak szerintünk nincs joga és nincs lehetősége. Tehát ezt a jogi utat, ezt járjuk, ezt elindítottuk. A másik pedig az, hogy ugye ettől függetlenül nekünk meg kellett tennünk azt a lépést, hogy ha már egyelőre el van rendelve ez a visszafizetési kötelezettség, akkor a város terhelhetőségét figyelembe véve, úgy, hogy ne menjen tönkre a város, és ne kerüljön még csak véletlenül csődközeli helyzetbe, illetve hogy normális élet folyhasson a városba, megkértük a részletfizetési engedményt. Hát ugye szakmai szinten meg is kaptuk, úgy, ahogy jogszabályilag, törvényileg elő van írva, határidőn belül beterjesztettük a képviselőtestületet, egy kétszer is. A képviselőtestület egy része úgy döntött, hogy elmagyarázza egyébként a lakosoknak, hogy egy joghatályt ki nem váltó második döntése az irányító hatóságnak, amely minden ügyvéd szerint, akit megkérdeztünk, egyszerűen nem joghatályos, mert nem lehetett volna az irányítóhatóságnak ezt kiadni, hogy az abban meghatározott, egyébként Balmazújváros számára rendkívül rossz konstrukció, az a jó. Mert ha nem azt csináljuk, akkor nem megy tönkre a város. Ha azt csináljuk, akkor igen. Tehát vannak egyes képviselők, akiknek semmi más nem drága, csak a város menjen tönkre. Na most ezzel kapcsolatosan nagyon sok kérdés fölmerült, ezek a kérdések igazából még mindig a múltból származnak, még mindig körbe magyaráznak dolgokat, és még mindig nem arról kérdeztek, hogy ettől jobb feltételt esetleg nem tudtunk volna, mondjuk, hogy még kevesebbet, még hosszabb időre. Nem, azt sugallták ezek a kérdések, hogy nem, minél rövidebb idő alatt az összeset visszafizetni. Tehát nem baj az, ha mindenhonnan elveszük a pénzt, nem baj az. Nem baj az, ha nem lesz bérfejlesztés, nem baj az, hogyha nem lesz óvodafelújítás, nem baj, semmi, fizessük vissza. Nonsense. Tehát semmi gazdasági, még az, hogy gazdasági megfontolás, de semmi város érdeket képviselő megfontolást nem láttunk az újra tartózkodással szavazó képviselőktől. Alapvetően a képviselőnek nem a jogászkodás a feladata, hanem optimális megoldásokat találni a lehetőségek közül. Igaz? Pontosan így van. Ez nem egy felkérdezés volt, hiszen én már számtalanszor elmondtam, hogy bocsánat, de amikor egy képviselő, akinek sem végzettsége, sem tapasztalata, sem semmi más egyéb jogosítványa nincs megkérdezni a jogvégzett tapasztalattal, közigazgatási tapasztalattal, polgárjogi tapasztalattal rendelkező és ebben a munkakörben dolgozó jogászoknak megkérdőjelezni a javaslatát, illetve az észrevételeit. Szerintem ezt engedjük el, mindenki látja, minden lakos látja, hogy ki miben szólít bele. Egyetlen nagyon-nagyon fontos dolgot még nem mondtam el. És pedig az, hogy nem az a probléma, hogy ebben a városvezetésben sajnálatos módon időközben, menet közben a tervekkel ellentétben, a 2019-es indulással ellentétben kialakult egy padhelyzet. Nem ez a probléma.
és még csak nem is az a probléma, hogy egy képviselő hogy dönt, mert dönthet városérdekből, nem városérdekből, láthatja jónak ezt a dolgot, nem láthatja jónak. A probléma az, hogy ezt a kialakult patthelyzetet, amiben dönthetne a képviselőtestület bizonyos kérdésekben, természetesen a városérdekben, akkor sem azt döntik, hanem visszaélnek ezzel a patthelyzettel, és blokkolják a várost. Ez az a probléma, amelyet én erkölcsileg és felelősségileg felróvok annak a hat képviselőnek, akik folyamatosan blokkolják a város haladását. Kijelenthetjük-e azt, hogy ez a kedvezőbb részletfizetési megoldás, ami elő volt terjesztve most a testület elé, hogy ez a hajó már elment? Abszolút kijelenthető, hiszen elmondtuk, hogy 29-ével, április 29-ével a 10 napos aláírási határidő letelt. Ez az aláírási határidő kötötte volna a minisztériumot is, tehát ha mi ezt most aláírjuk, a képviselőtestület engedélyében ezt aláírom, akkor a minisztériumnak saját berkén belül kellett volna elmagyarázni, hogy miért akarta volna ezt megváltoztatni. Most nincs ilyen kötelem, ezt elengedte úszni ez a 6 tartózkodással szavazó képviselő, és azt mondták, hogy az sokkal jobb lesz, hogyha dupla annyit, vagy háromszor annyit fizetünk havonta, és azonnal elkezdjük, és már is, és mit képzelünk, hogy hitel, meg minden más egyéb. Tehát magyarul, amit már többször elmondtam, nem szeretjük a város ellen dolgozókat. A képviselőknek pozíciójukból adódóan korán sem csak a saját lelkiismeretükkel kell elszámolniuk, és emiatt nem mehetek el szó nélkül egyetlen dolog mellett, és kérdezem meg polgármester úrtól, mennyire gondolhatja komolyan képviselői esküjét az, aki egy képviselő testületi ülésen a televízió és az internet nyilvánossága előtt kijelenti, hogy városunknak már úgyis mindegy. Én még kiegészíteném egy dologgal. Nagyon szépen megköszönöm azoknak a érdeklődését, akik ezen a rendkívüli testület ülésen a lakosság soraiból ott voltak, hiszen mind a két részről voltak, akik azt támogatták, amit a rosszabbik verzió, voltak, akik a jobb verziót támogatták, és azok voltak többen, és ezt így köszönöm is. De amikor a képviselő konkrétan a saját választóit vonja felelősségre, hogy miért beszél, majd mi itt eldöntjük, majd mi... És én ugye, ha valaki visszanézi a felvételt, figyelmeztettem a képviselőt, pont a választókkal beszél, rendre utasító módon, azokkal a választókkal, akik egyébként azt szavazták meg, hogy ő itt képviselje a választói érdekeket. Na most pontosan elmondta ez a képviselő, hogy ennek a városnak már úgyis mindegy, vagyis az elmúlt 2 évben ez a blokkoló képviselői csoport gyakorlatilag majdhogy nem tökrentette a várost, és igen-igen kemény munkája volt a hivatalnak és az önkormányzatnak abban, hogy ez ne sikerüljön. És ehhez kellenek sajnos a jogászaink, ehhez kellenek az itteni szakemberek, és most sem fogjuk hagyni, hogy az önkormányzatot kisemmizzék, hogy az önkormányzatot megpróbálják tönkretenni, és hogy utána majd visszajövve, majd mi megoldjuk. Nem, az önkormányzat pénze közpénz, abból nem szeretnénk most már egyetlen forintot sem magánosítani látni, úgyhogy mi, ahogy eddig tartottuk az önkormányzatnak a működtetését, a törvényes jogszabály utat, ezek után is ezt fogjuk tartani, és hogyha lesz egy olyan testület, amelyben nem dolgoznak a város ellen, akkor ezt mi meg is tudjuk csinálni, mert ez a város fejlődőképes, és önerőből is tud fejlődni. Április 24-e és 26-a között zajlott továbbképzés a városunkban dolgozó és a megye más településeiről érkező óvónők számára. Témája a környezet tudatos nevelés és a családokkal ezen a téren való együttműködés volt. Úgy, mint ahogy Mónika mondta, sok-sok gyakorlat
gyakorlati dologgal szeretnék gyarakodni. Városunkban az óvodai nevelés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság és a fenntarthatóság témaköre. Az Egyesített Óvodai és Bölcsőde Intézményéhez tartozó minden tagintézménynek vannak erre épülő programjai, leginkább azonban a Nyitnikék óvodában, mint örökös zöld óvodában tudnak leginkább kiteljesedni az erre való törekvések. A témában Tarné Szabados Erzsébet Évát, valamint a Zöld Híd Alapítvány szakmai vezetőjét, Borsos Zsófiát kérdeztük. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Nyitnikék óvodája köztudottan zöld óvoda, sőt, örökös zöld óvoda, ezen kívül pedig zöld óvoda bázis intézménye Hajdú-Bihar vármegyének. Az Energiaügyi Minisztérium pályázata alapján elnyerve azt egy zöld óvodák, zöld otthonok című továbbképzést szervezett a Telephely munkaközösség vezetője, Federis Nyárva Mónika, a Zöld Híd Alapítvány képviselője által, Borsos Zsófiával. Mi volt a célja most ennek a továbbképzésnek? Mit tudott még adni azon kívül, aminek már egyébként is birtokában vannak az helyi óvónők? Az óvodai környezeti nevelésen túl szeretnénk nyitni a családok a szülők felé, az ő szemléletükbe is becsempészve ezt a zöld szellemiséget, amit a gyerekek itt az óvodai életük bő 3 éve alatt magukévá tesznek. Hány óvónő, hány városból vett részt ezen a képzésen? Ez a továbbképzés vármegyei szinten szerveződött, több településről érkeztek óvodapedagógusok, Debrecenből, Hajdúböszörményből, Bakonszegről, Hajdúszoboszlóról is, és a 22 óvodapedagógus a 3. nap végére teljesítette a továbbképzés követelményét. Ez a továbbképzés ingyenesen vehető volt igénybe, és beleszámította a pedagógusok 7 évenkénti kötelező 120 órás továbbképzésébe. A továbbképzés elméleti anyagán túl ellátogattak ide ebbe az óvodába, ebbe a gyönyörű szép gesztenyefákkal rendelkező óvodába a képzés résztvevői. Ezen túl utolsó napon a zárást pedig a Hortobágy Természeti Egyesület területére látogattak ki, ahol az ott élő, fészkelő madarakkal ismerkedhettek meg. Ötletet kapva arra, hogy a gyermekcsoportokkal akár kirándulásokat is szervezhetnek erre a területre. Borsó Zsófiától, az alapítvány szakmai vezetőjétől választ kaptunk arra a kérdésre, hogy hogyan tudják segíteni az óvónők munkáját a környezettudatos szemlélet továbbadásában és népszerűsítésében, valamint, hogy milyen elemekből épül fel a továbbképzés. Lesz elméleti áttekintés, előadások, illetve emellett fontos, hogy legyen mindig egy kis terepgyakorlati elem. Játszani fogunk nagyon sokat, tehát készültem sok gyakorlattal, feladattal, illetve amire mindig építjük ezeket az alkalmakat, az az, hogy jó gyakorlatokat bemutatják a helyi intézményeknek a dolgozói. Konkrétan mi az, amiben még tudnak fejlődni? Egyrészt mindig az aktuális témák, tehát azt megnézni, hogy mik azok az új kihívások, amire fontos választ adnunk, illetve szerintem az egymástól való tanulás egy fontos elem. Tehát, hogy azokat a gyakorlatokat is megismerjék, amiket más településeken végeznek az óvodapedagógusok, és ezt megosztják egymás között. Illetve szerintem, ami nagyon fontos, az a tudatosítás. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy mit teszünk, és ezt miért tesszük. Egy-két ilyen konkrét gyakorlatot esetleg tudnánk említeni? Hát most fog indulni a továbbképzés, úgyhogy én is nagyon várom azt, hogy akik jönnek, ők milyen ötleteket hoznak, de emellett én is készültem, én főleg ugye Baranyasomogy és Tolnának az óvodáit ismerem, én is készültem ottani gyakorlatokkal, akár a műanyagmentességgel kapcsolatban, akár új zöldjeles napok megünneplése kapcsán. Mit mutat a statisztika? Bővül a zöld óvodák köre országos szinten, vagy az említett megyékben? Igen, azt gondolom, hogy évről évre egyre több az intézmény, aki csatlakozik a pályázathoz, illetve ezáltal ehhez a zöld óvoda hálózathoz. Viszont ami nagyon fontos, hogy személyi változások esetén, hogyha nyugdíjba mennek sokan, vagy más óvodában folytatják a munkájukat, akkor is legyen utánpótlás, legyen, aki folytassa. Úgyhogy ez egy fontos elem. Igazából ezért is jöttem, hogy egy kicsit így nézzük át, hogy mi az, amit tehetünk, és hogy tudatosítsuk azt, hogy milyen feladatok várnak az új kollégákra. A Balmazújvárosi Veterán Fúvós Zenekar rögtön 2 előadással, május 10-én és 11-én várja az érdeklődőket a Sós Imre Színházterembe. A jegyek már szinte mindegyike gazdára talált, így mindkét alkalmon dupla teltházra számítanak. A részletekről Radóc Miklós karnagyot kérdeztük.
az Újvárosi Veterán Fúvós Zenekar vezetőjével, Radósz Miklóssal. Decemberben az adventi gyertyagyújtáson találkoztunk utoljára, azért azóta már jó néhány hónap eltelt. Mielőtt a beszélgetésünk valódi apropójára térnénk, hogyan indult a csapat éve? Tulajdonképpen az adventi koncert, vagy az adventi játékunk után még volt egy Debrecenben is, ugye játszottunk egy adventi koncerten, de ezt követően gőzelővel rákapcsoltunk a mostani koncertünkre való felkészülésre. Tehát tulajdonképpen most itt nagyon gondolkozom, de a próba folyamatok töltötték ki a mindennapjainkat, illetve a heteinket. Fellépésük azért volt helyben is, hiszen a Crowdon Pride Festival nem múlhat el a veteránok nélkül. De jó, hogy így eszembe jutott a tényleg, tehát annyi minden történik, így közben néha nehéz így ez egészet átlátni. Hát hogy lehet, közben nekünk bejött a szokásos Crowdon Pride Fesztiválos fellépésünk is, amit hát ezt tulajdonképpen mindig nagyon szeretjük, mert ott mindig nagyon hálás a közönség. Ugye most már 5. vagy 6. alkalommal léptünk fel, ez nekünk mindig jó lehetőség, hogy muzsikálhatunk hazai közönség előtt. Aki rendszeresen követi a zenekarnak a életét, azt tudja, hogy különös helyet foglal el a zenekar életében a Crowdon Pride Fesztivál, éppen annyira, mint a balmazújvárosi koncertrend igazi indítása, ami pedig a tavaszi nagy koncertjük szokott lenni, ez következik most. Már azt említett, hogy rendkívül sokat készültek. Gondolom az érdeklődés is meglehetősen nagy. Igen, most pontos számokat nem tudok mondani. Legjobb tudomásom szerint az első koncertünkre, tehát a pénteki koncertünkre van még egy olyan 40-50 darabját, hogyha minden igaz. Szombatira meg szerintem körülbelül max 10-15, úgyhogy még aki szeretne foglalni, az még most csipkedje magát lehetőleg. Igen, mondjuk mire adásba kerül ez a beszélgetés, ami ehhez képest a holnapi nap, tehát ugye ezt a beszélgetést csütörtökön készítjük, akkor már lehet, hogy késő is, dupla teltházas koncert akkor ismételten. Tudom, hogy nem feltétlenül szokott róla nyilatkozni, van-e már valami olyan meglepetés, vagy nem is meglepetés, inkább újdonság, amivel készülnek a közönségnek? Rövid választ adok, van. Van. Igen. A repertoár a megszokott lesz, vagy pedig esetleg valahova elkalandoznak, vagy ez is legyen a jövő titka? Abban a tekintetben megszokott, hogy azért azt a közönség már megszokott, hogy mindenféle műfajból szoktunk válogatni a műsorban. Ez most is így lesz, tehát a hagyományostól, a hagyományos, tradicionális fúvószenén keresztül azért egészen a könnyedebb műfajok felé is elkalandozunk, de lesznek kifejezetten komolyabb alkotások is, művek is megszólalnak majd. Ez ilyen szempontból lehet, hogy egy picit újdonság lesz a zenekar repertoárján. Ez már eléggé köztudott, hogy a Sós Imre Színház teremben május 10-11-én lesz a két koncertnap, amivel kapcsolatban minden titokra akkor fog fény derülni, de talán egy nagyon picit szaladjunk előre. A közeli tervekben mi szerepel? Hogyne, idén is tervezünk menni a Balatonra, hiszen kaptunk egy nagyon jó felkérést. Ugye ez nekünk jó visszajelzést, hogy ahol már eddig muzsikálhattunk tavaly és tavaly előtt, most már tártkarokkal várnak minket, úgyhogy ez mindenképpen örömteli számunkra, is menni is fogunk a július folyamán. Illetve bizonyosan tervezzük idén is a most már szokásosnak mondható lakótelepi koncertünket. Ennek a pontos dátumát még nem tudom megmondani, de majd ezzel mindenképp fogunk tájékoztatást adni. Illetve aztán állunk elébb a következő felkéréseknek, amik esetleg még érik a zenekart. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!